Now turn up. Hát ezt meg nem mondom nektek, ez hogyan francba van. Váltok, hol a másiknak a... Itt van. Azon is rajd van, hoppa, azt tudok, akkor ezzel sem tudok mit csinálni. Mert azon is csak rajd van, látjátok, hogy ezen van eltörve maga a kuplunk szerkezet, szerintem. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy tudom azt levenni onnét. Gondolom melegíteni kellene, és akkor úgy elvileg lejönne róla, gondolom. Ez hogy a francba lehet? Ez egy kupak itt, vagy a látét, vagy mi ez? Ez egész egybe lehet? Hát ez érdekes. De várjátok, most hol van ezen a szívering? Ezen belül van a szívering, úgy tudom. Azt hiszem ezen belül van a szívering. Ha jól tudom. Mert itt ezben felében, én úgy tudom ebben az oldalában, ha jól emlékszem rá, ide egy tűgörgős kosár ment bele, tehát nem sima ez a golyós. Nem sima golyós csapágy ment bele. Nem tudom, nem ez a lemezházas tűgörgős csapágy megy ebbe a felébe ide bele. Az a kis szélesebb csapágy, nem tudom, másikba meg tudom elnézni. Úgy emlékeztem, hogy olyat hozott. Ja, hát ott sem tudom megnézni, mert ja, ott zárni mutattam, hiszen bent van a micsoda. Ja. Na várjatok! Azt kéne megnéznem. Hogy... Hát lehet, hogy ebben a csapágy még jobb is. Aha, akkor még talán jó is lesz. Akkor megmentem ebből a csapágyat. Megmentem abból a csapágyat, ebbe belevágom. Nem francsra, lehet, hogy ez is jó, de ez akad. Halljátok? Fene se tudja, ne? Nem tetszik, nem tetszik. Ezt hogy a francba tudom minden levenni? Aha, nézzetek oda. Ennyi az egész. És akkor ott van bent a... Ott a szimmering. Igen, akkor jól sejtettem. Ott a szimmering, mert majd befutok, aztán megnézem a videót, nem probléma. Hogyan szedtem szét a másikat, az Arizonát. Na és akkor elvileg, amíg ütöm, úgy-úgy. Ott van benn a kis lemezházas tűgörgős csapágy, amit mondottam. Jó, én azt mondom nektek, a fene, aki ezt most van, aki veszi. A szimmeringet kihalásszuk. Ne sérüljön meg a... Micsoda? Mondom, ne sérüljön meg a csapágyam. Hoppá! Állj meg, vándor! Na nézzetek oda! Ott van benn szépen, ott figyel. Én azt mondom, nektek az még elég jónak néz ki. Jó, lehet, hogy egy kicsit mondtam, hogy kotyog. Van egy kis hokkelje, kottyanása, nem tudom, lehet, meg kell néznem mégiscsak ebben milyen kellett, vagy milyen se, a franc sem emlékszik már rá. Na ugye, akkor ezt meg csak simán rá kell ide ütni, rá kell rakni, aztán ez itten szépen ez alatt van bent a csapágy, úgy, ahogy annak mondja, módja, ja, a szimmering, bocs. Tehát a szimmering, ez már, hát ez is kakumarci. Nézzetek oda. Hát ez se tömítettem már sokat. Ez se tömített sokat. Na, oké. Szét van buriszva. Még atomjaira annyira nincsen, de már szét van. Itt van a kis tömítés. Ezt helyett válok egy másikat, az nem probléma. Ugye ebben van az ominózus, hogy két kis fülecske tartja azt a kis darabkát, mert az oda kell. Azt mindenféleképp oda kell majd úgy játszani. Jó. Akkor itt az olajszűrő. Le tudnám húzni erre hülye csűrő. Akkor így, lent is van. Akkor arra felére ki is csúszna az egész olajzás, meg minden. Hát, ja, őt is majd át kell pucolnom, mosnom. Látható eléggé gány, eléggé maszat. Tehát ezt is átvizslatjuk egy picit majd összerakáskor. Az olajszűrő, hát ez jó lesz szerintem, nem tudom ezeket szét lehet-e szedni, valahogyan szét lehet-e szedni, aztán kicsit kipucolnám, nem tudom, szét lehet-e húzni, szerintem nem, úgyhogy majd, mindegy esetre majd, azért én megpróbálom, tudjátok, nem tudjátok milyen vagyok, ezt meg az olajcsiga vagy mi a franc, feldobjuk itt az alkatrészbázisba. Ja, és akkor ezeket a piros tömítő cuccokat, ezeket eltüntetem róla, ha lehet,
Én nem tudom, de oké, be lehet kenni ilyenne is, nem az, hogy nem, csak... Ja, csak óvatosan, mert nem szeretem, amikor forgatjús ház meg minden tele van, mondjuk itt hál' Isten nincs, itt egyedül itt ide belementebb pöttyét látjátok oda. De nem tudom, ez eldolgozza-e a gépezet, amúgy. Meg ugye lehet látni, hogy a menetekben is bent figyel ez a maszat. Lehet, hogy azért is volt nehezebb kitekerni, vagy a franc se tudja. De hát rendesen bent van a menetben is. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez úgy nézem, ki van csontozva, az egy csapágyat bent hagytam, azt egyre nem is veszem ki belőle. El kell mosnom mindenhogyan, mert hát így nem rakom össze ezt a gépet, hát tiszta mazat dzsúva látjátok. Így biztos, hogy nem fogom összerakni ezt a gépet. Úgyhogy jelentek a tömítőpaszták, mehetnek innen a francba. Így né. Kicsit törlés. Úgy né. Oké, zsoké. Na, tudjátok mit, emberek, öblögessünk egy pöttyöt, mert ma még nem is öblögettünk. Mert már nem ártana, így pofázok össze-vissza, nem ártana öblögetnem egy picit. Meg kell törlöm a kezemet. És akkor eljött az öblögetés ideje, mint mondottam az előbb, amely Nitro, Monster Nitroval tolom egy pöttyöt, jó? Ez, mégiscsak visszatérünk a gyökerekhez, a Monsterhez, jó? Ott figyelt a konyha ablakban már régóta többi társával együtt, úgyhogy... Úgy döntöttem, hogy a mai nap itt megérdemel az ember, nem? Hát ezt egy, hogy bírjuk, hogy se, az majd más tészta. Na, akkor öblögessünk egyet. Hú, ez a pesgés egész más, mint a normál szénsav. Mert valami Isten tudja, mivel tuningolták fel, azért is nitro, úgy tudom legalábbis. Egészségetekre. Ez finom. Ezt nagyon eltalálták ezt az ízt. Nagyon. Van egy kis savanykás íze, utólagosan, de nagyon finom. Meg maga a buborékok is egész másak, úgyhogy jó, az embernek az agyán szétdobja. Ne pillanatok alatt, meg egyéb szerveit. De azért is csak méregnek hívom őket, ugye. Tehát valami kell. Nos. Tehát akkor szétdöntöttem ezt a gépet, még nagyon atomjára nem szedtem, mert még lehetne fokozni a karburátort szétborítani pityára, meg mit tudom, micsodár. De egyre láthattuk a hibákat. Tehát láthattuk a hibákat, amelyek nem igazolnak kicsik. Még a másik oldalról a szimmeringet kihalásszuk, jó? Ott a paszta alól. Meg akkor pasztát kipucoljuk onnét abból a kis vájatból, vagy a szimmering helyéről. Meg hát valamikor át kell mosnom őket. Lehet, hogy asszonypajtással melegítetek vizet, mert hát majd ki nem tudok, akkor elgéltetek ott benn. Aztán tényleg nem tudom, mikor jönnek meg az alkatrészek. Hát alkatrészek. Két szimmeringet rendeltem. Hát remélem, hogy jók lesznek bele. Bízok benne legalábbis. Én mondom, tényleg az Arizonát vettem alapul, ugye föl vagy jegyezve nekem ott már egy füzetben minden, hogy melyik fűrészben ilyen csapágy, olyan szimmering, méretileg minden föl van írva. Úgyhogy nem kell kijönnöm itt méricskélni, hanem fellapozom azt a kis füzetecskét, azt onnét tudok rendelni. Tehát egyszerűbb egy kicsit. Ha már egyszer úgyis bűvészkedtem azzal a fűrésszel, én úgy nézem, hogy hasonlítanak egymásra, hát nagyon bízok benne, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, küllemre már nem. De a maga motorikus része szerintem detto ugyanaz, mint az Arizonáé. Semmivel nem különbözik. Talán még a dugattyú mérete is, nem tudom, 40-es volt az, vagy Isten tudja hányas, de szerintem ez is kb. Annyi. Úgyhogy kíváncsi vagyok a fejleményeket, hogyha ezt, mert úgy érzem a henger és dugó jó, de majd kiviszem aztán, vagy hozok egy lámpát, itt van kémmel, elkalászom, akkor megmutatom, milyen a dugott hengernek a belseje. Szépnek tűnik. Úgyhogy tényleg nem egyszerű ilyen hengert szerezni, sőt, abszolút nem egyszerű. Nekem is ugye van ez, meg az Arizonán, itt van az Arizona, itt van benne ebbe, itt figyel ebbe a dobozba amúgy, darabokba. Hát ameddig összeraktam. Nem akartam mondani, tehát a másik henger az szerintem gajra ment, de hát tudom, írtátok, hogy egy nagyon csiszolomászon, ne ugoroljak neki, mert ugye megsértem azt a kis réteget, azt a kampec. Igen, hát nagyon megpróbálom, hogy ez van, ez a 2000-es papírom, vagy Isten tudja hányas. Valahol vannak, nem tudom hol, de valahol van 2000-es papírom. És akkor olaj, vagy csodával valamit teszek alá, és akkor azzal a furógéppel megpróbálom szépen megjátszani. Akartam venni ilyen honoló késeket, vagy ezt a honoló cuccot, azt a háromkaros hülyeséget.
Hát ugye egyik ismerősem azt mondta, hogy ilyen hengerekben viszont nem érdemes, már elakad azokba a beömlőkbe, mert Isten tudja, mi a franca nevelítő oldalt ezeknek a lukakba. Tehát a teli henger, a teli hengerbe érdemesebb azzal játszani, mert ott nem tud kiugrani, nem tud kiugrani azokba a lyukakba. Itt viszont sajnos ilyen hengerekben nem tudom ezt megoldani. Valószínű. Valószínű, ugye ide meg jobb a csiszolóvászon. Csiszolóvászont rátekerek egy gurigára, vagy egy hengerre, és akkor azzal megpróbálom, vagy rácsavarozok, aztán megpróbálom. Legalábbis kinti oldalakon úgy néztem, hogy sima henger, és akkor rá van téve a csiszolóvászon, és akkor csiszolóvászon kicsi nagyobban van hagyva, aztán furogép bele. Priccelek be egy kis védér, vagy olajat, aztán azzal kicsit megjáratni be, leföl, folyamatosan kell mozgatni. Vagy összejön, vagy nem. Most figyelj, annak a hengernek mondjuk is kampec, úgyhogy mit tudok vele veszíteni? Szerintem semmit, abszolút. Na, egészségetekre. Egy próbát megér, nem? Szerintem legalábbis. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy szétkapom ezt a mekit. Mert ez a tuti, hogyha van egy fűrész, jó, mondjuk, hogy most a hekt meg a kis flinkéhez, jó, a flinkét is majd itt van a kis flinke is. Itt hallgatja, miket dumálok. Itt akarok mondani, hogy őt is megnézem, mert őnek ő se tetszik tökéletes, ő se tökéletes szerintem. Tehát ott is van lesznek problémák. Ugye két hekt is itt figyel, és ott oldalt pihennek. Úgyhogy őt le is kopogom. Most reggel vágtam egy kis tűzifát, valamint az ágfánkból, ami nem voltak összedarabolva. Elég szépen elindult, amit összeraktam. A másik ugye abban nincs benzin, az enyémbe hagytam egy, vagyis az enyémbe, hát amit kaptam ugye, amit vásároltam, hogyan mondjam, akkor mindenki az enyémbe, és minden már itt az enyém, amit... nem tudom miért így mondom, de mindegy, hagyjuk. Szépen elindult. Szépen vágtam is öreg két fát. Úgyhogy muzsikálnak szépen a frinkére, meg tényleg kérem velem lapot, láncot, de mint mondottam, ugye letenyére mentem, nem tudom, ki ismerős letenyét a környékben, akik zalaiak, biztos ismerősök vagytok. Volt ott egy jó ember, akinél szoktam venni alkatrészeket, annak a bungiát le van gyalulva, sehol nincs. Hát mondom, nem igaz, értitek, megyek, nézek nála megint lapot, láncot, előtt is kaptam, ugye tudtam hozzá venni a másikhoz. Le van gyalulva a francba, lehet, hogy ezt mondtam a videóban, de mondom, tényleg, ha valaki esetleg tudja, hogy most vele mi van, hogy elköltözött-e, vagy nem mondta nekem azt, hogy annak, mikor voltam előtte, tavaly voltam igazán, és januárban. Nem, előtte, mikor vettem a kis Hektra lapot, nemrég volt az. Akkor voltam, hogy még mikor vettem azt a gyerekfürdető teknőt, ugye, amivel mosom az alkatrészeket. Akkor még az semmit nem mondott, hogy mi van. Még mondta, és ha nem, hogy a problémás a lánc, hogy a lap, hozzam vissza nyugodtan, csere. Jó, oké, semmi gond. Aztán, hát régóta nála vettem cuccokat, most meg szőrészállá eltűnt. Eltűnt. Egy az egybe eltűnt. Még a bungi is eltűnt, ami volt neki. Minden eltűnt, le van bontva minden. Meg sorban bontják le ott azokat a letenye végén ott a cuccokat, azokat a bungikat, azokat az árusokat. Mindent eltűntnek onnét. Vagy mi, nem tudom, most le lesz egy gyalú az egész onnét, vagy mit tudom én. Jó, mondjuk egy kicsit gáza, hogy kinéz, de hát Istenem. Na mindegy, talán valahogy csak elköltözött. Esetleg tényleg letenyei, vagy környékbeli, hogy tudja, hogy hol van. Légy szív, vagy privát, vagy bárhol írja meg, hogy hol találom ezt a jó embert, mert őtől legalább nem kellett pénzt adnom a postára. Annyi jó volt, hogy most akár iszik, akár nem ezt a lapot és a láncot, mondjam, annyiért vettem, mint maga, amennyire posta eljön. Tehát 2500 forintért vettem a lapot, láncot együtt, a picikét. Jó, tudom, kínai szemét, de nekem ide tökéletesen meg fog ilyen faágat vagdosni. De kb. 1900-ért jönne el a postával. Tehát már majd 5000 forintát tartanak, és akkor így meg napi szinten járok, hogy ott dolgozom letenyén, úgyhogy nem probléma. Ez jó, nekem jó lenne így. De hát most ez hova tűnt ez a jó ember? Nem tudom. Na mindegy, ez van. Miért is lenne jó a vidéki élet, ugye? Miért is könnyítenék meg az embereknek? Inkább csak hátráltatják, meg nehezítik ezeket a dolgokat. Ez van. Na mindegy. Na még kicsit majd bűvészkedek, ám miután még öblítettünk, akarom mondani, öblögettem, aztán onnét megnézzük akkor a dugattyút, meg levesszük azt a
szimmeringet, jó? A másik oldalról. Megesedek, kiveszem a csapágyat belőle, mert nekem azt szerintem nekem tetszik, jó? Ugye több részes lesz ez is, majd meglátjátok, jó? Na, egészségetekre. Aj, majdnem rossz a oldalról ittam. Most itt a kis lampionom. Hol a francba kell megkapcsolni? Ja, itt. Nem ezt akartam, hanem ezt. Na. Hát nem tudom, mennyire látható a dolog, de én úgy nézem, hogy elég szép állapotban van az a henger. Látjátok? Itt a másik felét is megmutatom ilyen tempóval. Én azt mondom, ez a henger még elég szép állapotban megmaradt. Éppen is gondoltam arra, hogy ez oké. Okay. Hát jó, egy külső mosás, takarítás kell neki. Úgyhogy meg egy hengertalp tömítést kell szereznem, vagy hát már ugye nézzetek, már szét is esik az a nézetek. Á, hát ez lipityára esik, úgyhogy sajnos ennek kampec. Ugye szimmering kampec. Hát oldalirányra tud csúszni a főtengelyen a cucc. Előre-hátra nem mozog. Billegés, egy ennyi billegése van neki. Az még szerintem nem veszélyes. Ugyanúgy megnézzük akkor itt fönt is. Ez egy kis minimális, ekkora billegése van. Előre-hátra mozgás. Nagyon minimális. Úgyhogy én szerintem ez, hogyha ez így jó lenne, akkor maradna így, ahogy van. A főtengelyünk, azzal nem baszakolok. Majd esetleg még azt meg kell néznem, nem-e üt valahol, de talán azért. Ez azért bírja, jobban bírja a stopát, mint egy kínai. Bízunk benne. Jó. Mindjárt meg is mérem, azt hiszem 40-es, ha jól tudom. Lehet, hogy hülyeséget mondom, 42-es, 41-es. Nem tudom, mindjárt megmérem. Uh-huh. 41-es. Ha jól látom. Úgy tudom, hogy a húsinak, ugye azért rendeltem bele azt hiszem a micsodát. Stílnek a ugye a 23-asába való dugattyú. Azt nyomattam bele az Arizonába. Hát aztán az is most tényleg pihenőpályán van. De lehet, hogyha úgy lesz, akkor veszek bele egy húsit. Húsi dugattyút, legalábbis azt írták. Megnézem kint, mit okoz a szél. Hát igen, fúj mind az állat, úgyhogy burogat itt mindent. Na, akkor ezt kéne kihalászni innét, ugye? Ja, meg ezt a rugót kéne valahogy megnéznem, hogy ez nekem gyanús, hogy ennek nem itt alul kéne lenni szerintem. Nem létezik, hogy ennek alul kéne. Ki is veszem volna, jó emberek? Ki is veszem volna ezt a rugót, és akkor szerintem felszöldött bele kéne tennem a balukba. Ja, mondom, én kiveszem, ha ki tudnám. Gumikalapácsot elrakom. Hoppa. Gumikalapácsot elrakom innét. Talán már nem kell. Milyen káosz van az asztalom? Atom túl. Nem baj, azért így valamilyen szinten kiismerem magam, az kész. Nem? Nem rend, fegyelem van, nem? Mi a francnak? Na, ki is veszem ezt, mert ez nekem így gyanús. Szerintem ennek nem itt kell lenni, az 100%. De azért javítsatok ki a tévedek. Mert ezen bukik a fűrész. Mármint úgy, hogy bukdácsol oldalra. Ennek ide be kéne menni szerintem. Ide ebbe a lukba. Mert hogy persze így egyszerű volt megoldani a csavarozást, az tény is való. De nekem ez gyanús, hogy ennek ide nem így kéne ennek lennie szerintem. Nem így kéne, nem lehet benyúlni, de persze. Elég gány. Na. Úgy né. Oké. Meg hát azt sem tudom, hogy ez a rugó. Hát ja, szegényen meg van nyegdülve. Hát ezt ma valaki erőtette, nézzetek, annál egyenesnek kéne ennek lenni. Jó. Ennek egyenesnek kéne lenni, és... De nem megy be ez a rugó ide. Akkor valahogy másképp kell ezt megoldani. Na mindegy, egyelőre az a lényeg, hogy ezt kivettem innét, aztán hagyom a francba. Megnézem majd a videót, az Arizonát olyan bontottam szét, hogy abban hogyan is mind volt, mert ez nekem így gyanús. Na de nem is azért jöttem vissza, hanem azért jöttem vissza, hogy kivegyem ezt a
Egy csapágyat, meg ezt a micsodát megszüntessem innét ezt a... Na, még szerencse lágy, oda ez milyen szépen lejött. Fentem azért is jött le könnyedén ez a paszta, mert ugye a pasztázás előtt azért meg kéne fasz frankó törölgetni, zsírtalanítani itt a dolgokat, aztán úgy rányomni ezt a pasztát, mert úgy akkor talán fog. Mert így látom, az egy-két helyre oda tapadt rendesen. Azt lehet, hogy utána kenődött ám rá, azt nem mondom, hogy nem, de ha Isten, hogy könnyen lejött. Na most megpróbáljuk ezt a valamit kiszedni innét. Remélem, hogy a szimmering alatta van. Vagy mégse? Ajjaj, de szerintem valahol ott alattam a szimmering, úgy nézem. Na látok, a kalapáccsa, megpróbálom. Megpróbáljuk kalapáccsa, megütöm, talán úgyis mindegy már ennek ma, annak a szimmeringnek ma olyan mindegy. Ennek ki kéne, hogy ugorjon. Tömítene ez a hülyeség. Aztán lehet, hogy annyira odafogja, mint az állat, értitek? Csak ugye az a baj, hogy oké, ott odafogta. Csak ugye pont ott nem fogta oda, kellett volna a tengelyné. Na nézzetek, oda ki is jött szépen. Ó, de frankó. Itt is van a szimmeringecske. Ja. És az ötlet az nem volt rossz. Ez tény és való. Ez frankón tömített. Hát csak, ja. Csak ugye a tengelynél ott úszott a mutatvány, mert ugye itt a lényeg, az azt ugye mindenki tudja egyértelmű. Úgyhogy pedig elég szépen rajt volt. Úgyhogy lehet, hogy még jó is volt ez a szimmering. Elég jó, passzos. Hát de, ja, tuti, hogy ennek egyszerűen vége dolnak. Ha már a másik fele így néz ki, akkor az hiába ugye jó passzosnak passzos, azt aláírom, de már nem tömít. Már nem tudom, itt ugye ki kell cserélni. Meg hát ott ugye eleve a tömítési darabokban. Na megpróbáljuk ezt a drága jó csapágyat. Drága jó csapágyat innen kijátszani. Megpróbálom, hogy így simán natur. Aztán ha nem sikerül, akkor megmelegítem. Hát egy kicsit adok az agyának. No, elég a melegítgetésből, megpróbáljuk egyszer, hát ha megadja magát. Oké. Oké, és oké. Éppen kint is van, látom. Ó, prima donna. Jó, bele volt szorulva. Hát a bárcsak a micsoda 28-as stílbe így szorulna a csapágyam. Annak nagyon örülnék. Hát sajnos nem szorul ennyire. Ez van. Na mindegy, vigyetek ezt a hülye gumit, még innen leszedem. Ugye látjátok, ide is bele van folyva. Úgy. Így, né. Megszaborítjuk tőle. Aztán nem tudom, hogy... Lehet, hogy nekiállok egy kis mosogatásnak, meglátjuk, hogy milyen kedvem lesz. Még azt, hogy bajtás, meg tudom egy győzni abból, hogy tegyem fel egy kis vizecskét. Aztán toljunk meg, mosogatom itt ezt a dolgot. Na, lehetek ez a csapágy. Nem nagyon meleg. Á, ez be is van állva. Persze lehet, hogy most olyan kiütöttem, és kapta az ívet. Azt nem mondom, hogy nem. De elképzelhető, hogy ennek így is úgy is annyira lett volna. Á. Ennek vége. Ennek vége, közben kimegyek, mert... Na hülye, valószínűleg meg letépi még itt a külső kapumat. Hú, te Isten! Azért mondom, hogy csattogás volt itt kint. Na! Hát, ja. Azért pörög, nézzetek oda. A franc se tudja, de... Ha már egyszer levettem, akkor nem vacakolok vele. Kivettem, akkor nem vacakolok vele. Meg ha már itt szétszedtem, akkor...
szerintem alapul kicserékedjük. Majd más nem hozatok aztán. Akkor nem csak a szimmeringet cserélem ki, hanem ezt is. Hát ezt meg én szerintem hagyom bent. Ebbe a felé most nem akarom kiütni. Mert az Arizonába kicseréltem, de ebben most nem fogom. Abba megnézhetitek esetleg. Ha valaki kíváncsi rá, hogy milyen, meg mit tudom én, az Arizonának a videói közt megtaláljátok ezeket a dolgokat. Abba tuti kicseréltem. Hát... Franc se tudja. Meg kéne váltok. Ugye ezt mondtam, hogy ezt ki tudnám úgy venni. Persze ebben van még egy szimmering. Ja, a szimmering meg bán van. Ajaj. Ugye ezt a szimmeringet, már szerintem ennek is kakuk marci, úgyhogy nagyon vacakolok én vele. Szerintem én most, hogy mentegetem, meg nem mentegetem, meg mit tudom, mit csináljak vele. De viszont csapágy az lehet, hogy jónak tűnik. Ha azt ki tudnám venni normálisan, az jó lenne. Lehet, hogy azt még meg kéne játszanom. Szimmeringet azt elengedjük, azzal nem foglalkozunk. Azt kiütöm a francba. Úgyhogy kis dolgokkal nem törődünk. De viszont csak csapágy. Ahova kell, hát hol a rongy. Ha csapágy viszont jó lenne, akkor azt legalább megmentem ebből. Úgy még szimmeringet kivágtam a francba. Ja, tényleg jó volt, nézzetek oda. Pedig nem ott ütöttem, hanem itt fölül. Lehet látni, hogy fényes. Rugó már ki is esett belőle. Hát szóval ennyit erről a szimmeringről már. Ennek is kampec. Na. Csapágy az jónak tűnik. Azt kéne jó... hogyan tudnám kiütni? Ugye van benne az égergyűrű. Van benne az égergyűrű. Na kérem, azt kéne csinálnom. Még egy gyűrű fogom, csak az a baj, hogy egyik se olyan, ami összezárna, mind a kettő feszít. Te Isten, milyen hangok jönnek innen kintről. Remélem, mire kimegyek, még ajtóm lesz azért. Ezt tudnám valahogyan összeszólni. Az a baj, hogy egyik micsoda se az. Mondtam, hogy olyan fogót még kéne vennem, de hát nem szereztem még, úgyhogy összefele kéne nyomni. Tudom, hogy nem ez a technikája, de hát most mit tudok csinálni. Ami van, azzal kell mindig dolgoznunk, ugye. Csak azért gondoltam, hogy ki kéne vennem, mert akkor nem a csapágy közepét ütném, hanem a szélét tudnám ütni, szélét. Aztán talán jó lenne az úgy nekem. Na, egyik fejt ki tudtam ugrasztani ennek az égergyűrűnek. Ezzel a technikával is. Most már csak ki kéne vennem valahogy, hogy mindenkinek jó legyen. Úgy kint így van az égergyűrű. Na és így jobban, teljes mértékben tudom a csapálynak a külső palástját úgymond ütni. Ja, ha találok egy akkora kulcsot, vagy olyasmit, ami oda belepasszolna, azzal szépen ki tudnám ütni. Remélhetőleg. Ami nem a... Mi a fenén fekszik föl? Belső gyűrűn, hanem a külsőn palástján. Ugye az lenne a frankon. Ez jó lenne. Ez jó lenne, mert akkor talán... Míg a csapágy menthető lenne. Hát most kiütöttem így elalatúra. Hát zörögni zörög ez is, ja. Szebben fut. Ezek szebben fut, mint a másik. Na. Hát ez nem fut olyan szépen. Főleg, ha adnánk neki kettőtét.